Megállt az idő Csepelen. A szebb napokat is megélt klubnál, a körülmények évek óta nem változtak, és a stadion rekonstrukciós programból is csak morzsák jutnak a 21. kerületi klubnak. Mi nem kapunk olyan remek támogatást, mint a többi nagymúltú klub. Sajnos nálunk nincs meg ez a politikai háttér, semmiféle támogatást nem kapunk az önkormányzattól. Egészen sanyarú sorsa van a csepeli sportnak, nem csak a labdarúgásnak, hanem bármelyik sportágnak. Az köztudott, hogy a jelenlegi önkormányzat 5 millió forintot ad az egész csepeli sportra, 46 egyesület osztozik ezen a pénzen. Itt a múltból merítve töltjük mindennapjainkat, és szeretnénk, hogyha egyszer ez változna, és Csepel újra méltó helyre kerülne nem csak a futball térképen, hanem a sport térképén is. A béketéri létesítményen évek óta nem történt infrastrukturális előrelépés, mert semmilyen értékteremtő beruházást nem végezhetnek a Csepel SC sporttelepén. Sajnos az önkormányzat változtatási tilalmat tett rá. Ez azt jelenti, hogy itt se bontani, se építeni nem lehet. Sőt, most jelen pillanatban nyertünk nyilázáró cserére 5 millió forintot a TAO pályázat keretében. Ezt sem tehetjük meg, mert az önkormányzat ennek az útjába áll. Sajnos olyan polgármesterünk van, aki ellenségeként kezeli Csepelt és az egész csepeli sportot. Ennek ellenére Takács Krisztián szerint jó most Csepelen labdarúgónak lenni. A csapat az MB3 nyugati csoportjában a dobogon várhatja a tavaszi folytatást. Tulajdonképpen régóta nem változott itt semmi. A 90-es években volt utoljára itt a fejlesztés a csepeli stadionon. Azóta megállt itt egy kicsit az idő, sajnos nem találtunk olyan forrást, amiből jobbá tudtuk volna tenni, de azt hiszem egy kis családias közösséget itt össze tudtunk hozni az elmúlt 7 évben. Remek Csepelen most labdarúgónak lenni, jó érzés itt minden napokat eltölteni. Jelen pillanatban 19 csapattal rendelkezünk, mindenféle utánpótlásunk megvan, a női csapatunk MB2-ben van női utánpótlásunk is. Úgy kezdünk kinézni, mint egy rendes MB1-es klub. Igaz, hogy még a minőség hiányzik, de azt hiszem a tömegesítés már lezajlott nálunk, és ezután fog jönni majd az, hogy minőségből kivesszük a Csepelnek a nyerességet, esetleg egy magasabb osztályt. Hogy mikor lesz ismét igazi sportélet Csepelen, azt majd az idő eldönti, de annyi biztos, hogy ennél többet érdemelne a hajdanán válogatott sportolók tudatjait kinevelő klub.